Sziasztok PC Guru nézők, itt ülünk Kristoffal, Sztőszenttel. Hello, sziasztok! Ezúttal könyveket. Egy jó ideje próbáljuk már felvenni a Tuon kiadóval a kapcsolatot, mert hogy azért a Warhammer téma szerintem így a PC Guru nézőknek, olvasóknak ismerős, esetleg még közkedveltnek is mondható. Hát ugye rengeteg videójáték foglalkozik a Warhammerrel, mind a fantasy, mind pedig a 40.000-es vonalnal. Hát a Tuon kiadótól most olyan könyveket kaptunk, amik a 40.000-es vonalba tartoznak bele. Igen, tehát azért a Tuonról tudni kell, hogy Magyarországon persze két kiadó van, aki komolyabban is foglalkozik Warhammerrel, vagy egyáltalán foglalkozik vele. És hát ők az egyik, mondhatni. És ezt hát látni is fogjuk, mert azért elég komoly köteteket küldtek itt. Igazából hát ilyen vegyes felhozata, sőt nem is teljesen Warhammer 40K, meg például itt az első kettő, ha már előkerült, ugye a Horus eretnekség az nem pont 40.000-be játszódik, ez Horus felemelkedése és a hamis istenek, igazából az első két kötete a sorozatnak a bekezdése, úgymond, aki pedig nem tudná, hogy miről szól a Horus lázadás, vagy Horus eretnekség, ez a Warhammer 40.000 világának egyik meghatározó alapköve, az a eseménysor, amikor a űrgárdisták, tehát az eredeti űrgárdista légiók egy része az fellázadt a császár ellen, és Horus vezetésével megpróbálta megdönteni a hatalmát. Ugye belekényszerítették az aranytrónusába, aztán pedig elmentek a iszonyat szemébe talán. Ezekkel a nevekkel mindig hadilábon álltam, de tehát elmentek oda, ahol a káosz van, és a mai napig ott vannak. Tehát egy ilyen igen nagy ívű cselekményt dolgoznak fel ezek a könyvek. Ugye nem csak ez a kettő jelent meg a sorozatban, hanem egy komplett alsorozat, ez a Horus eretnekség, amiből egy csomót ki is adott a Tuon. És ez az első kettő most itt, amit láthattok. Hát ez ilyen abszolút felvezetés, tulajdonképpen ilyen karakterbemutató és helyzetbemutató, ugye amikor a császárnak a kívánságára tulajdonképpen ilyen hódító úton vannak, a császár az visszatér közben az eredeti helyszínre, és akkor a Horuson áll minden tulajdonképpen, és akkor ő hogyan vívódik meg egyebek, tehát jó, persze ezek nem ilyen karakterdrámák, tehát azt tegyük hozzá, hogy ezek nem ilyen nagyon komoly karakterdrámák, amik mondjuk úgy általánosságban ezekben a regényekben vannak, de hogy lényegében egy ilyen felvezetése ennek az egésznek tényleg. És hát azért, hogyha valaki így a Warhammer 40.000-rel szeretne komolyabban foglalkozni, akkor például ideális így indításnak tényleg arra, hogy hogyan alakultak ki bizonyos helyzetek, meg hát egy ilyen konfrontáció, ami utána későbbiekben is maradt. Arról mi már itt videón kívül beszélgettünk, hogy maga a Warhammer, tehát hogy az téves lenne azt mondani azért, hogy ezek ilyen ekte sci-fi regények. Tehát a Warhammer azért kezeljük a helyén, inkább ilyen háborús akcióregények, ugye mondhatjuk itt. Hát a Warhammer az egy ilyen 3 és 500 oldal között elhúzódó akciójelenet általában. Ezt viszont nagyon jól csinálják. Tehát, hogy azért megvan a maguk szórakozási faktor, tehát nyilván nem véletlen, hogy ennyi könyv megjelent, egy ilyen sikeres wargame van mögötte, ugye játékok, hát filmek világában még annyira nem tört be, sőt, volt néhány kísérlet, de mondjuk azok is szórakoztatóak voltak, csak nem kavartak olyan nagy port. Tehát, hogy igazából a Warhammer 40.000-ben az a különleges, az a világ, ami mögötte van. Az a rendkívül sok faj, ez a grimdark hangulat, és az egészet átható gótikus szimbólumok is például. Illetve hát tényleg a maguk módján azért veszett szórakoztatóak tudnak lenni ezek a 3-500 oldalas harcjelenetek is. Hát a karakterek is általában egyébként olyanok, ugye, hogy vagy rövid úton távoznak, tehát hogy csak ilyen bemutató jelleggel kerülnek elő, belőlük van talán több, és hát vannak azok, akik meg mondjuk így komolyabb szerepet kapnak, de hát náluk sem nagyon van általában ilyen nagyon komoly jellemfejlődés vagy karakterdráma, hanem inkább ez ami a háborús regényekbe beleillik tulajdonképpen abban a műfajban. Tehát ez nagyon nagy dolgokat nem szokod venni, viszont veszettő szórakoztató regények, és hát tényleg a világ az az istencsászártól kezdve a káoszon, eldákon át, tehát hogy tulajdonképpen tényleg minden, ami ki van építve,
az zseniális, de egyébként ezt lehet szeretni a videójátékokban is talán. Annyi, hogy ott a ott mondjuk a grafikus része is nagyon erős, ugye a videójátékokban ezekben a hatalmas páncélokkal, meg épületekkel, meg díszítésekkel. A regények amúgy ilyen 4000 forint átlagban vannak, ahogy nézem. De menjünk is talán tovább, ugye van ez a Fekete sziklaerőd. Ezek már mind különálló regények. Ja, és annyi, hogy Dan Abnett, ugye ő azért eléggé jellemző. Igen, hát őt főleg a Birodalmi Gárda kapcsán ismerhetjük, Gaunt szellemei sorozat. De látni fogjuk amúgy itt is ebbe a csomagba is, hogy a űrgárdisták se állnak távol a szívétől, sőt. Igazából elég nagyot alkotott ott is, úgymond. És akkor van a Fekete sziklaerőd, ez egy ilyen kincsvadászos, kincsvadászokról szól, akik szerencsét próbálnak, mert hogy a főszereplő az már így nagyon, hát nincsenek jó kilátásai, és akkor most jön élete nagy lehetősége így ránézésre. Kicsit külön rakom, a becsületbeli ügy, illetve a császárért, ezek külön karakterre összpontosító háborús. Igen. Tehát ez kifejezetten a háborús része. Méghozzá, ha jól látom, akkor a Birodalmi Gárdának a komisszárjai fognak igen. előtérbe kerülni így borító alapján. De, ugye az is egy külön érdekesség, a komisszárok politikai tisztek, akiknek a egyetlen feladata, hogy agyonlőjék a visszavonuló gárdistákat, amennyiben azok nem kívánnak démonokkal megküzdeni. És hát ugye ezeknek a regényeknek a szereplői nyilván kicsit összetettebb jellemek ennél, csak ez a úgymond tisztük is elég érdekes, úgymond azért vannak ott a gárdán belül, hogy megöljék őket, tehát nyilván elég sok a konfliktus helyzet, ami ebből adódik. Csak így általánosságban, amit a komisszárokról tudni kell. És akkor persze különféle konfliktusokba keverednek bele, itt például a Severin Rainnél azon, hogy a látókkal kapcsolatos. A kígyó testvérisége, szintén Dan Abnett. Igen, tehát hogy amit mondtunk, hogy Dan Abnett azért a űrgárdistáknál is otthon van, a kígyó testvériség az egy tipikus ilyen példa erre. Ugye tudni kell, hogy ez Abnettnek a saját rendháza, ő maga építette fel a hagyományaikat, az erőd világukat, lényegében mindent ő talált ki. Ez a kígyó testvérisége egy novellás kötet, ahol ilyen egymással lazán összefüggő történetek dolgozzák fel a rendház egyes tagjainak, vagy talán csak egy tagjának a életét, előre menetelét. Igazából a legjobb példa aztán az, hogyha úgy képzeljük el, mint a Witcher első két kötetét. Tehát, hogy olyan szinten vannak egymással összefüggésben a történetek. Káosz, meg ilyesmi, tehát hogy a hagyomány. Természetesen, uh-huh. Tehát hogy a űrgárdisták meg a káosz az egy kéz a kézben határozottan jó kombináció, amit nem lehet megunni. Jó, és akkor az utolsó az pedig tulajdonképpen a Sötét Impérium. Egyébként mondanám mindenképpen, hogy a maguk a borítók is, de hát ez mondjuk az ilyen tipikus Warhammer dolog. Jó, én imádom ezeket. Azért sokat fejlődtek ezek, tehát ha valaki ránéz egy korai Gaunt szellemeire és összeveti mondjuk a császárját, akkor azért látni fogja. Hát meg a kígyó testvérőség is az a tipikus böszme. Tehát, hogy én, aki ezeket szereti, az szerintem már a látványtól is elalél. És hát persze el lehet képzelni regényolvasás közben ezt az egész világot. Hát itt is káoszerők vannak, Sötét Impériumban. Tehát, hogy aki valamennyire is szereti tulajdonképpen ezt az univerzumot, az nagyon nem lőhet félre szerintem a regényekkel. Tehát tényleg, aki érdeklődik a téma iránt, nagyjából ilyen regényekkel szerintem szépen belemehet tulajdonképpen abba, hogy szépen megismerje ezt a világot, nem? Tehát, így hogy... igaz, tehát azért a Warhammer 40-ken hazánkban megjelent köteteinek van egy ilyen rossz tulajdonság, hogy az esetek többségében talán ilyen soha véget nem érő sorozatokhoz tartoznak, de ugye ezekkel a önálló kötetekkel egész jól ki lehet ezt védeni például, és bár szerintem a kígyó testvériségnek is van folytatása, tehát ez meg nem mondom, hogy magyarul is megjelentem már, de hogy külföldön a Dan Abnettnek ez a rendháza az elég népszerű, és kapott több regényt is, ha jól emlékszem. Tehát, de ez nem olyan, ami kihagyhatatlan, nem? Tehát, hogy nem úgy kapcsolódik, hogy ennek nincs a vége. Ahogy én mondtam is, hogy ezek önálló kis rövidebb történetek, tehát hogy azt akartam mondani, hogy mindenképp magában is élvezhető ez is.
Hát a hógusszeget nekség az meg a hógusszeget nekség. Annak neki kell ülni, és akkor így egyszer majd elfogynak a könyvek. Hát de igazából az is olyan, hogyha az első kettőt elolvassuk, akkor végül is így nagyjából egy ilyen betekintést már nyújt, és nem marad olyan hatalmas hiányérzetünk, hogyha elkezdünk olvasni Warhammer könyveket. Igazából nem, de hát ugye az internet a jó barátunk, úgymond, tehát van egy csomó ilyen lore videó, wikipédiás oldal, minden, ahol esetleg valami nem jelent meg magyarul, de minket érdekel, akkor utána lehet olvasni. Tehát, hogy az senkit ne tartson vissza ezektől a könyvektől, hogy utána nincs kedve megvenni a 120 másikat, ami még a Warhammer 40K világába tartozik. Ráadásul ugye direkt azért raktam így, hogy azért így jól is mutat a polcon, mármint hogy illeszkednek ugye egymáshoz a kötetek, úgyhogy design terén nincs miért szégyenkezni a Tolan kiadónál. Hát még köszönjük szépen ezt a csomagot. Maga a téma szerintem mindenképpen érdekes, tehát így ahogy mondta Kristóf is, hogy rengeteg helyen lehet tulajdonképpen utána olvasni, és érdemes is, mert hogy tényleg ez az univerzum ez annyira színes, hát a átvitt értelemben színes, és nagyon szépen megvan ágyazva egy csomó minden ilyen mellékágnak is, meg úgy egyébként is a kidolgozottsággal, rendházakkal, mindennel. Tehát, hogy tényleg érdemes utána olvasni, akár már úgy is, hogy az ember nem játszik velük, nem olvassa őket, de picit többet megtud tényleg erről a kiépített helyzetről, illetve viszonyról, ami van köztük. Meg maga ez a császár, űrgárdisták és a többi, tehát nagyon sok ilyen kis apró finomság van ebben a világban, ami miatt érdemes ismerkedni vele. Ugye még egyszer, hogy köszönjük a csomagot, reméljük, hogy tetszett a videó, vagy legalábbis meghoztuk egy picit a kedveteket, akár a regényekhez, akár az univerzumhoz. Szokás szerint kövessetek minket, csengettyűzzetek, iratkozzatok fel, és hát tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!